Sándor Csaba, a kolozsvári magyar opera magánénekese bass baritonja hangjával és színpadi megjelenésével már régóta elvarázsolta az opera kedvelők szívét itthon és külföldön egyaránt. Legyen szó Erkel, Kodály, Verdi vagy Mozart remek műveiről, a fiatal kiválóság neve egyre gyakrabban áll a szereposztások jegyzékének élén, nem véletlenül. Sándor Csaba ugyanis nem csak különleges hangi adottságait érvényesíti a legnehezebb karakterek megformálásakor, ezeket mindig kivételes szakmai alázattal, szívből fakadó átéléssel kell. Életre. Hogyan sikerül ez? Erről kérdezzük Sándor Csabát, akit sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Szervusz! Sziasztok. És köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És nem kérünk egyből arra, hogy énekelj, ha már nagyon szeretnénk hallani téged, inkább arról faggatnánk téged, hogy mesélj kicsit a kezdetekről, a zenei neveltetésről, a művészi oldalról, illetve erről a nagy szerelemről, ami táplálta az opera iránt. Meg hogy mikor kezdődött ez a szerelem, ha már Tivadar így fogalmazott? Az első az egy nagy csalódás, ezt mondtam, egy zenei szabadtéri Carmen előadást láttam felvételről, és akkor arra mondtam, hogy hú, hát hogyha itt van egy ilyen mély hangú néni, és dobja magát, akkor nekem az opera így nem kell. És akkor a Mozart Don Giovanni fináléja volt az, ami így magával ragadott, meg az, hogy a kolozsvári magyar operának az egyik vendégelőadását láttam Csíkszeredában. A családomban az, a zene az mindig jelen volt, tehát édesanyám néptáncolt, énekelt, bátyám karmester, és a húgom is szaxofonozik, a rokonságban nagyon sokan zenélnek, úgyhogy... Művész család? Mondhatjuk ilyen, igen. Mondtam, hogy egyszer lehetne egy ilyen közös nagy koncertet, aminek az lenne a címe, hogy Rokonok. Igen, nem szerintem rossz. Ez jól hangzik, és biztosan örülnének a nézőink is. 2013 óta vagy ugye a kolozsvári magyar opera szólistája, és itt nagyon sok főszerepet is eljátszottál, nem tudom, hogyha érdemes őket felsorolni, hiszen több is van, megemlíthetjük a műsoron lévő Mozart Don Giovanniát, vagy Kodály Hári Jánosát, és hogy tényleg csak néhányat említsünk. Nehéz kérdés, de azért kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra az opera, mert egy interjúban azt olvastuk, hogy ez egy ajándék, hogy ez egy nagy csoda, és azt hiszem, hogy aki így tud nyilatkozni a munkájáról, az már nem is a munkájáról, hanem a hivatásáról mesél. Nagyon-nagyon szeretem, meg magával ragadott, tehát tényleg nálam az opera játszása, az előadó művészet csúcsa, annyi minden találkozik benne. Ahhoz, hogy egy jó előadást szülessen, az egy picit nehezebb, meg több mindennek kell összeállnia, jó kell legyen a rendezés, karmester, a látvány, minden, hogy megszülessen úgymond a csoda, és legyen egy katarzis élménye. Szerintem akkor jó egy előadás, ha elvisz magával, hogyha elfelejted arra pár órára, fél órára, vagy akár egy áriát, amíg hallgatsz, hogy ki vagy, megszűnnek a gondjait. Tehát, hogy ez egy érdekes állapot, amiben létezhetünk mi előadó művészek. És 2015-ben ugye a Budapesti Operaházban debütáltál Dallér Zsófia által írt Leander és Lenszírom című főszerepben, de hát dolgoztál ugye André Sérvánnal is közösen. Mekkora kihívás jelent amúgy, hogy nem otthonos környezetben mozogsz, és kilépsz esetleg ebből a komfortzónából, és más területen próbálod ki magad? Hát még az jó, hogyha más terület, de nem más műfaj, mert azért amikor legelőször operettet játszottam, vagy prózai szerepet, akkor azért az nehezebb volt, hogy megkértem barátaimat segítsenek, elmentem beszédtanárhoz, tehát hogy ezért kicsit érdekesebb. Különleges olyan szempontból, hogy meghívottként vagy ott, tehát nem egy társulat, nem olyan, hogy ismernek, hanem te akkor egyedül odamész, bizonyítasz, előénekelt, én meghívnak, és akkor ugye az a visszaigazolás, az a siker, hogy folyamatosan visszahívnak és keresnek. De hogyha sikerül megteremteni egy előadásba azt az állapotot, ami a hidegrázós, amikor a csendnek olyan ereje van, akkor azokért a pillanatokért érdemes csinálni. És hogyha ez megszületik, akár itt Bukarestben, Jászban, vagy bárhol Budapesten, ahol énekeltem, akkor úgy érzem, hogy egy előadás az jó és hogy működik. Nem biztos, hogy 3,5 órán keresztül, tehát szerencsés csillagzat kell ahhoz legyen, de vannak olyan pillanatai, amik nem elkedettek, hogy magával ragadóak. És ezt nézik a nézők. Meg most legutóbb ugye pont Marosvásárhelyen találkoztunk veled, amikor a Bánkbánt játsztátok, és olyan jó volt téged látni a színpadon, illetve talán azok is, akik nem akkora, vagy nem annyira opera kedvelőek, azok is úgy nyilatkoztak az előadás után, hogy ez felemelő. És én kíváncsi vagyok, hogy előadó művészként milyen az itteni, az itthoni közönségnek játszani, mert maga Molnár Levente operaénekessel beszélgettünk az előadás után, és mondta, hogy annyival nagyobb felelősség itthoni énekelni, mint a világ bármely színpadán. Nem tudod, ezt hogy érzed? Hát ugyanolyan odaadással, meg bedobással, erőbedobással kell ezt csinálni szerintem. Csak
ha itthon vagy, akkor egy kicsit az van, hogy ilyen küldetéstudatod van, hogy itthon olyan embereknek játszol, akik nem mindig hallanak operát, olyan embereknek, akikkel meg lehet szeretetni ezt a műfajt, akik szeretik ezt, csak ritkán hallják, meg itthon vagy, ismernek, másan. És milyen volt ez a Bangban? Nekem nagyon-nagyon különleges, hogy két szerepet énekeltem egy előadáson belül, a Petor az fiatalabb, vehemensebb, Tiborc az idősebb karakter, az ember egy kicsit visszafogja magát, lassabb mozdulatok, abban majd beleöregszem, tehát ez most nem az én, vannak szerepek, amiben bele kell öregedni, meg kell érni rá, hangilag. De hát ez is kihívás lehet, hogy egy előadáson belül akár két figurát is megformálni, mindenképpen egy más élmény. És fárasztó, mert mindig ott vagy, másként, másképp létezel. Igen, és rengeteg szerepet megformáltál már. Vannak kedvencek, vagy amik nagyon a szívedhez nőttek? Mindig az aktuális, az, ami éppen akkor ott van, de most legutóbb a Szerelmi Bájtalból Belkóra volt egy ilyen különleges kihívás, annak a karaktere az nem igazán hozzá, nem áll annyira közel hozzám, tehát hogy ezt így megkeresni, megtalálni azokat a dolgokat. A Hárit is nagyon-nagyon szeretem, ugye, hát most így a legutóbbiakat mondom csak. Ugye Hári az különleges volt, Kolozsváron játsszuk, az erdélyi magyarságnak, ez egy különleges zene, az emberek nem ismerik annyira, megvan a sajátos magyar humora, tehát na, ami még így Hári elkapja Napóleont, tehát ez érdekes. Az ember azt hiszem, hogy mindig tanul, és te magad is mondtad az imént, hogy ez egy folyamat, tehát hogy nem úgy van, hogy az ember csak beleszületik az opera világába, hanem nagyon sok minden más történik közben, amíg eljut arra szintre, ahol most például te vagy. Kik voltak a mentorok vagy tanárok, akiknek sokat köszönhettél, és köszönhetsz akár a mai napig? Majdnem minden kollégám tényleg, tehát az első előadásoktól kezdve mindig egy bátorító szó, bíztatás, egy javaslat, hogy mikor mit csináljak 2-3 méterrel arra, vagy hogy sok. Tehát nagyon-nagyon sokat segítettek, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Hát Csíkszeredában Adolján Attila volt az első, aki így először elkezdte a hangomat így csiszolgatni, vagy bíztatott, hogy mindenképp ezzel foglalkozzak. Aztán az egyetemen Nagyváradon Marian Bogója, voltam egy fél évet Marton Évánál, ami nagyon kemény iskola volt a Budapesten, és most már jó pár éve Marton Melinda művésznővel dolgozom, aki szintén a Kolozsvári Magyar Operának volt a tagja, több mint 40 évig, úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki is. Hogyan lehet amúgy ezt a szakmát megtanulni? Vagy kérdés, egyáltalán meg lehet-e tanulni? Azt amúgy érzékelem, hogy mindenképp szakmai alázat, az kell, ugye felkészültség is, és te elég sok helyen megfordultál, de megtanulható amúgy valamilyen szinten? Tehát az adottságon túl még mire van szükség ehhez? De meddig lehet feszegetni a határokat, a korlátokat? Hát kitartás mindenképp, meg egy jó tanár, valaki, akibe bízol, és mindig kell egy visszaigazolás. De gyakorlás, tehát hogy ezt nem lehet megúszni semmiképp, és folyamatos keresés, az ember mindig csiszolja. Most, amikor felvételeket kerestem és hoztam ide, akkor így néztem, hogy ez nem. Szóval, hogy... De legalább látod a fejlődést, ugye milyen szép, hogy az fontos, azt hiszem az önkritika is, hogy az ember megnéz egy előadást, és azt mondja, hogy oké, ez mondjuk 5 évvel ezelőtt volt, talán most már jobbat tudnék, de attól az is én vagyok, csak egy másik fázisban. De egy-egy képen is nagyon látszik, hogy mennyire eleven a figura, hogy van meg benne, úgyhogy meg lehet tanulni, csak mondom, hogy kell hozzá egy jó tanár, és folyamatosan csiszolgatja, tehát ugyanez a jó pap is voltig tanul, szóval nálunk is ugyanez. Meg hát a visszajelzések, azok mindig nagyon fontosak. Ha a közönség részéről jönnek, akkor azt hiszem a taps a legjobb visszajelzés erre, és amikor valaki álló tapssal jelzi, mennyire jó volt az előadás, meg hát ott a szakma, és ugye 2017-ben a Román Nemzeti Operák Gáláján kiválósági díjat kaptál. Mennyire erősít meg téged ez abban, hogy jó úton vagy, jó dolgot csinálsz, és csak fejlődni kell innen tovább? Nekem ez nagyon-nagyon jó érzés volt, én úgy érzem, hogy itt erdélyi magyarként ez így, az, hogy kitüntettek, vagy odafigyeltek rám, ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, meg még nagyobb elvárás magam felé, hogy akkor azt jelenti, hogy figyelnek rád, fontos, amit csinálsz, visszaigazolnak, úgyhogy ez így jó. De ugye az a legemlékezetesebb, amikor a közönség úgy van veled, ott van, létezik. A Budapesten a Varázsfuvarát játszottuk 1800 gyereknek, és előadás közben van egy része, ahol Papagéno úgy dönt, hogy hát mivel ő nem kapta meg a szerelmét, felakasztja magát. És akkor ugye úgy van megrendezve ez Budapesten, hogy leérkezett a kötél, vettem a nyakamba a kötelet, és akkor mondtam, hogy még 3-ig számolok, tehát benne van az áriába ez így, és ahogy kimondtam 3,
sötétbőr egy gyerek, ha megszólalt, hogy léci, ne! És akkor így álltam a kötélre, karmester zenekar, mindenki a nevetéstől az így kidőlt, én így... ezek a jók, amikor ott vannak veled, léteznek. Meg szerintem az is egy nagy feladat lehet, hogy megszerettessétek az emberekkel az opera világát, mert ugye sokszor beszélgetünk arról, hogy egy olyan műfajról van szó, amely lehet, hogy nem annyira közérthető, mint mondjuk az operett világa. Hogyha elkezd az ember egy operettet dúdolni, akkor már is ott vannak a foszlányok. Amikor egy operát hall, akkor lehet, hogy nem is ismeri fel, hogy az honnan van, és akkor lehet, hogy egy kicsit óckodik is beülni egy előadásra, és hát akkor ebben ti tudtok segíteni. Igen, meg az embereknek az elképzelése, hogy mi van a fejükben. Ugye nekem is volt egy idős néni, megkérdezte fiatal ember, maga mivel foglalkozik. Mondtam, én operaénekes vagyok. Ő nem mondott semmit rá, és megszólal, dolgoztunk ott, fát pakoltunk az udvaron, és mondta, hogy igen, néha dolgozni is kell, örök énekelni nem lehet. Úgyhogy az embereknek a fejében ez más, ugye, hogy leszúrnak egy nagykövér bácsit, és még fél órát énekelsz, ahogy azt mondom, hogy el kell menni jó előadásokat nézni, és hogy lehet olyanokat látni. Meg ez, amit mondtál, hogy nektek is biztos a fületekben benne van jó pár dallama. Tehát a Rigolettóból vagy a Nabucco. Tehát, hogy az embereknek fülében ott van, csak esetleg nem tudják, miből van, és akkor visszahallják, hogy ez az. Szóval ugye, hogy Erdélyben ez a nehéz, hogy nincs olyan operajátszás még. Pont beszéltünk ugye Leventével, meg nagybátyámékkal is sok emberrel, hogy így Hargita, Kovászna és Maros megye, akár három megye tudna egy operát, vagy opera játszó helyet létrehozni, és akkor az előadásokat az körbevinni a megyébe. Az embereknek lenne rá igénye, szerintem én ezt látom. Igen. Igen, és hát nem fogsz unatkozni idén sem, rengeteg fellépés van előtted. Milyen célok elé nézel, vagy milyen álmokat dédelgetsz még? Meg hol fogunk téged látni? És legközelebb Budapesten, a MÜPA-ban, a Művészetek Palotájában, Don Giovanniból ismét egy szereppel, a Don Giovanni szolgált a Leporellót alakítom, én ezzel a szereppel államvizsgáztam, de egyben az egész zenekarra még nem énekeltem, úgyhogy ez egy különlegesség lesz számomra is. Aztán pedig Budapesten ezt az István a király, Székely Fonó, az István a királynak egy opera változata lesz, ez is egy ilyen kuriózum, különlegesség. Úgyhogy jövőre, hogyha így ezt így, ha ez nem annyira titkos, akkor Kolozsváron Varázsfúval lesz ismét egy új rendezésben, úgyhogy sok-sok különlegesség van, meg sok szerepálom, ami így rám vár, és hát folyamatosan mindig van munka. Nyáron próbálok egy picit leállni és megpihenni. Az feltöltődni, mert hogy ez is fontos, hogy az embernek legyen én ideje, még akkor is, hogyha ez közhelyesen hangzik. Általánosságban nem beszélünk, de kíváncsi lennék, hogy neked mi a sikertitka, vagy hogy érzed, mi az, ami nálad jól működik személyre szabottan? Hát én nagyon-nagyon szeretem az operát, és azt vallom, hogy az emberek azért nem szeretik, mert nem ismerik, tehát hogy olyan széles ez a paletta, annyiféle opera van, annyiféle jó zene, hogy ezt mindig lehet benne olyat találni, ami magában ragad. Most jó példa, hogy én voltam Berlinben legutóbb a barátnőm, és mondta, hogy nézzünk meg egy Wagnert. Tehát Wagnerrel úgy voltam, hogy gyönyörű zene, de hát hosszú, 5,5 óra, és amikor beültünk, és úgy játszották ezt az előadást, akkor így magával ragad, és azt mondod, hogy hú, létezik ilyen is. Úgyhogy nálam a sikertitka szerintem csak ennyi, hogy szeretem, amit csinálok, és igyekszem megtalálni azokat a dolgokat, azokat a pillanatokat, amiért érdemes. Igen, és rengeteget utazol, ugye említettük, és nyilván ez a műfaj eléggé időigényes, de azért kell idő egy kicsit feltöltődésre is. Mit szoktál ilyenkor csinálni, vagy hogyan töltődsz fel, amikor van egyáltalán időd? Azt említetted például, hogy egy karácsonykor 2 szabadnapod volt, a többi az mi munkával, tehát ez jó kevés amúgy, igen. De amikor van lehetőséged, akkor mit szoktál csinálni? Hát általában olyankor akkor már természet, biciklizés, kirándulás, hegyek, vagy most legutóbb volt utazás Olaszország, Firenze, nagyon érdekel a képzőművészet, úgyhogy ugyancsak művészettel kapcsolatosak, de egy picit így másfelé is szemlélődöm. Meg hobbiként játszom tubán, beülök zenekarba, az megint egy különleges élmény, meg új hangzás, meg
Na, elég sokszínű, a kihívás, sok színű figura vagy ahhoz, hogy ne unatkozz szerintem. Nehéz a jövőbe látni, de hogy érzed, megtaláltad a helyed? Vagy ugye el tudod magad képzelni pár év múlva is az opera világában? Amely különben nagyon szép, de azt hiszem, hogy nagyon sok lemondással is járhat adott esetben. Én remélem igen, hogy hosszú távon sikerül, vagy érezni fogom a végét majd, de nagyon sok tervem van, meg álmom, amit szeretnék megvalósítani. Egy kulturális központot nagyon-nagyon szeretnék Simonba létrehozni, pont emiatt, hogy olyan kis előadások legyenek ott, amiket így az emberek meg tudnak nézni, hogy el tudnak jönni oda. Tehát, hogy egy ilyen kulturális hely. És az az igazság, én a népzene világából jövök. És nagyon szeretnék egy épületet, és Kallós Zoli bácsival én nagyon jó viszonyban voltam, én nagyon sokat köszönhetek neki, annak ellenére, hogy én operaénekes lettem, és népdalénekesként kezdtem, ő adott CD-ket nekem, mondta, bíztatott, hogy jó vagy, csináljad, ha azt szereted, akkor csináljad, és hogy én ennek az épületnek azt a címet adnám, hogy Kallós csűr, vagy Kallós hely, pont azoknak az embereknek, akik, hogy ne kallódjanak el, ne menjenek szerte szét a világban, hanem egy ilyen kehely összefogó helységként. Látod, megint csak oda jutunk vissza, hogy milyen fontosak a visszajelzések és a visszacsatolások, ugye most Kallós Zoli bácsinak pont most volt nemrég az évfordulója, úgy emlékszem, úgyhogy szeretettel gondolunk rá is. És hát büszkék vagyunk nagyon rád, úgyhogy. És megköszönjük, hogy itt voltál velünk, és kívánunk további sok sikert, pihenést is amúgy, szakíts erre is időt. És én talán ezzel a szép gondolatoddal zárnám, hogy én látnék egy olyan helyet amúgy, hogy az opera világát elhozzátok ide ebbe a három megyébe, legalább ugye mert hogy igény valószínű lenne. Igen, mert igény az van rá, és amikor csak van lehetőségetek, akkor gyertek és játszatok nekünk. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok.